A siker receptje, kitartás, szorgalom és szerencse, Véli Pokromenszky Gergely, a 29 sikertörténet című könyv szerzője. Az összeállításban segítségére volt még Bocskai Magda, Fullajtár András, Kövesdi Levente Szabolcs, Eltót Lajos és Palic István is. Az olvasók 29 interjút kapnak kezükbe a könyv segítségével, amelynek bemutatója péntek délelőtt volt Nyíregyházán. Lehetne más címe is, mert nyilván ezek az emberek ügyletes, sikeresek, hogy közben azért olyan helyzet elbuktak, leporolták magukat, fölálltak, de valahol mégiscsak arról van szó, hogy meg tudták azt mutatni a világnak, hogy hittek egy ügyben, hittek magukban, hittek egy elképzelésben, egy ötletben, és ezt sikerre vitték. Hogy miért páratlan számolk ezek a sikertörténeteket, nyilván mert a személyek maguk is páratlanak és kiemelkedőek. Ugye kezdtünk jó néhány évvel ezelőtt az első kötetnél 23 sikertörténettel, aztán jött 25, 27, és szerintem ki fogják találni, hogy most hányan járunk, 29. Az első kötetet még 2006-ban adta ki Pokromenszky Gergely, a most megjelent pedig már a negyedik könyv. Az első kötet nagyon érdekes módon jött létre, megpróbálom bemutatni, jó? Ültem a kanapén otthon, lehúnytam a szemem, és egy kép így bevillant, nem tudom, hogy honnan és hová tartott. Egy hatalmas termet láttam, 50-60 emberrel, és az 50-60 ember boldog volt, és egy könyvet láttam még valahol bevillani ebben a képben. Nem értettem, hogy mi ez, de most már tudom. Akkor egy fél évre rá ez a ötlet megvalósult, és 2006. decemberében bemutattuk, többen ott voltunk az első könyvünket is. Az olvasók mind a 29 esetben több oldalas bemutatkozó interjú során ismerhetik meg a könyvben szereplő vállalkozókat.